Szép napot kívánok mindenkinek! A mai délelőtten is a tegnap esti két előadást fogjuk megbeszélni, kivesézni, értelmezni, szabadon hozzászólhat a vitához ugyanígy bárki. Először a Csehov Ványa bácsi című előadást fogjuk megtárgyalni, ami a Váci Dunakanyar Színház és a Bartók Kamara Színház közös előadása. Rendező az ukrán Jaroszláv Fedorisin. A Poszt által felkért két hozzászóló, Szokolai Brigitta dramaturg, akit itt a kis testemmel éppen kitakarok, és Szárdár Tagirovszki rendező, de itt vannak velünk az előadás szereplői, itt van az előadás rendezője, itt van a Dunakanyar Színház igazgatója, szóval széles spektrum, már tudjuk a megszólalóknak. Mielőtt belecsapnánk a beszélgetésbe, hallgassuk meg, hogy a színházból kijövő nézőknek milyen nyomokat hagyott az előadás. Nagyon szépen volt megrajzolva, koreografálva, gyönyörű színei voltak, nagyon szépen volt megfestve. Ez egy festmény lett volna, akkor nagyon tetszett volna. De a színészi játék nekem kívánivalókat hagyott maga után, de mint vizuális élmény meg fog maradni. De Ványa bácsit még nem láttam, ez volt az első. És én meg tehát azt mondom, hogy tetszett. Én megértem, hogy nem lehet olyan díszleteket hozni, mert ugye minden színház utazik, de ez tényleg a kosztümök elég most megint gyengék voltak. De megérintett egy picit. Nekem nagyon tetszett az előadás. Élvezhető volt, érthető, követhető. A díszlet egy kicsit kevés volt, de igazándiból nem hiányzott. Nem hiányzott szerintem. Nagyon tetszett. Nekem nagyon tetszett, főleg azért, mert nagyon sok költői kép volt benne, és nagyon, nagyon ritkán lehet ilyen előadást látni, úgyhogy szerintem azt tetszett benne, hogy nagyon sok síkon kellett megmozgatnom az agyamat, hogy mind az agyam és mind a szívem nagyon meg lehet mozgatva, és ilyen hidegrázós élmény volt. Ez a majdnem lelőtt egy embert, és aztán utána a Ványa, és aztán utána, hogy összeomlott, az például nekem egy nagyon erős rész volt. Hagyományos volt a hagyományos felfogásban, de nagyon szép volt a kép. Nagyon-nagyon-nagyon megható volt a Bach, Máté Passiós zene, meg Pergolusz. Szóval nagyon szép volt az egész. De ami rettentően zavar speciál engem, hogy én azt nem szeretem, amikor a színész egy nagy hangsúllyal kezdi a mondókáját, a félmondatát, a szavát, és a másik felétől kezdve szinte nem lehet érteni, hogy mivel fejezi be. Mivel fejezi be. Fejezi be. De ez emiatt aztán egész idő alatt így kellett, hogy értsem is a szöveget, jól lehet ismerem a dalokat. De ahhoz képest, hogy ez egy kisebb színház, remek volt. Nem bántuk meg, hogy ott voltunk. Sok szép ötlet volt benne. Néhány kitűnő színészi alakítás a témának az epikítása az különösen szép volt, de olyan ötlet töredékekből állt össze, amelyek nem voltak végig az előadáson. No, hát eddig a nézői vélemények, ebből kiderült, hogy a díszlet egyszerre volt szegényes, és egyszerre volt lenyűgöző. Kaptunk színészvezetési tanácsokat is, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy a pécsi közönség valóban szakértő. Kivetesen egyet lépjünk hátrébb, és egy általánosabb kérdéssel kezdeném. Úgy tudom, hogy itt azért is sokan, tehát ez nem egy összeszokott társulat, hanem jó páran először játszottatok együtt. Hogy állt össze ennek az előadásnak a csapata? Tudom, nekem tetted a kérdést. Hát mint igazgatónak neked, igen. Igen, hát Vácon nincsen társulat, még dolgozunk rá, hogy ez egy 6 éve működő színház, a Váci Dunakanyar Színház. Ez az első posztos szereplés. Egyébként mire nagyon büszkék is vagyunk, hogy itt lehetünk. És ez nagyon nagy dolog, azt gondolom, hogy főleg egy ilyen fiatal csapat részéről. És a Bartók Kamara Színházzal közös koprodukcióba hoztuk létre az előadást. Jaroszlávval ez már a harmadik előadásunk volt egy Yvon Burgundy herceg, mert rengeteg nemzetközi fesztiválon voltunk, volt egy rongylabda, és most ez. Régóta érik azt, hogy csináljunk egy Ványa bácsit,
és felhívtam Imrét egy évvel ezelőtt, hogy lenne kedvük koprodukcióval létrehozni ezt az előadást, a Ványa bácsit, és mondta, hogy ő pont azt szeretné, hogy a Ványa bácsit megcsinálják, mert hogy tervés volt, nevében álluk is, csak valami Szegedben volt valami együttműködés, ami nem jött aztán létre, és hogy beletaláltunk ebbe az együttműködésbe, és akkor így indultunk el közösen. Többen már játszottunk sokan együtt, például a Kaszásos is sok előadásban van benne, vagy az Ivaskovics Viktor, Smágábor, én, de a többiekkel igazából először volt ez az előadás, ez egy először volt közös munka. Akkor nézzük, hogy a szakértőkben, a nézőkben ez hogy csapódott le, ti érzékeltetek bármit ebből, hogy először játszott így ez a társulat együtt, illetve most a legelején egy összbenyomást szeretnék kérni tőletek, hogy ne, ti hogy jöttetek ki, hogyha ti lettetek volna a megszólított néző a színház előtt, akkor mi lett volna az első reakciótok? Igen, azért irkálok ebben, mert néha megfogalmazok plusz gondolatokat, tehát nem SMS ezek. Hát hogyha kijövök, akkor nem szeretem, hogyha megkérdezik azonnal, hogy tetszik. Mert hagyom, hogy működjenek a dolgok, és amik történtek. És ebben az előadásban nagyon sok sík volt, aminek szerintem még úgy is össze kell érnie, hogy nem az előadás közben, hanem után. Képek, hangok, színészi kapcsolódások. Én azt érzékeltem, hogy mérhetetlenül bátor dolgot láttunk, és olyat, ami nem köt kompromisszumot, és a Ványa bácsinak a történetét, ami az eredeti a Manóból jön, tehát a történetnek a kegyetlenségét végig úgy vezeti végig a rendező, a színész, tehát az alkotók, hogy ez a kegyetlenség, ami körülveszi ezeket az embereket, akik ebben a dimenzióban élnek, mindvégig kapcsolatba hozza a játékkal. Tehát azt hiszem, hogy a szerelem a kulcs, a szerelem, ami összeköti a kegyetlenséget, és összeköti a színészi játékot is. És ezért mondom, hogy bátor, ehhez bátorság kell. És szerintem emiatt nagyon egyedi dolgot láttunk, és egy olyan dolgot, amiben folyamatosan tud a színész keresni. Mert nagyon sok olyan megoldást láttunk végig, amelyek játékosan próbálták felvázolni a dolgokat, miközben tudjuk, hogy a mélyben milyen működések vannak, amelyek folyamatosan pusztítják ezeket az embereket, mint ahogy el is hangzik, hogy az alkohol pusztítja. És hogy miközben a színészek képviselik ezt a részét az egésznek, hogy az ő szerepeiket pusztítja valami, mégis valami nagy játékból bontják ki, és szerintem ez mindenképpen egy fontos része az egésznek, mert úgy próbálja megtalálni az egész történetet, hogy nem akarja feleslegesen komolyan venni magát.
Fölírtam tulajdonképpen három szempontot, ami alapján szerintem működnek a síkok, vagy legalábbis amiben én tudtam értelmezni. Az egyik az, hogy nagyon bátran volt kezelve a szimbólumok világa, tehát hogy felvállalt volt a képisége, a zeneisége. A második rétegben, mert ilyenkor kicsit izgulok, mert mindig azt érzem, hogy hülyeséget mondok, de hogy a második rétegben ott van az alakoknak a hétköznapisága. Ez ugyanaz a fajta évődő, tehetetlen hétköznapiság, amiben mi is lehetünk. Tehát nem vagyunk okosabbak náluk, akik ott voltak előttünk 130 évvel ezelőtt, vagy nem, hozzáképest 150, igen, mert ő hamarabb időszakról írt. Tehát, hogy egyáltalán nem vagyunk okosabbak náluk, és pedig ők vágynak arra, hogy érzékenyebben okosabbak legyünk, és tudunk-e kapcsolatot találni. És szerintem ez a szempont, ez ki volt emelve, hogy létre tud jönni így kapcsolat, mert közöttünk pont annyi idő telt el, mint amikről a szerepek beszélnek, hogy vajon mit gondolnak rólunk 100-200 év múlva. És szerintem ez is egy olyan szempont, ez is afelé volt kiemelve, rendezésileg is, amiben mindig lehet gyakorolni. Tehát előadásról előadásról a színész itt nem csak arra vonatkozik, aki kimondja ezeket a szövegeket, hanem úgy ámblok az egész szellemiségére, hogy majd meghallanak-e minket most. Tehát onnan meghallanak-e minket. Mi képesek vagyunk-e meghallani ezeket a szempontokat 150 évvel ezelőttről? Vagy elhaladnak mellettünk Csehov szavai? Tehát a szimbólum az egyik, a hétköznapiság a másik, és a harmadik, ami ezt a kettőst még összeköti számomra, az a szenvedély, vagyis a költészet. Szimbólum, hétköznapiság és szenvedély. Hármas játéka. Oké, akkor ezt később még kibontjuk, hogyha gondolod, Brigitta, neked mik volt? Ugye azt fontos elmondani, hogy egy olyan színdarabról beszélünk, amelynek nagyon jelentős magyar történeti Igen. múltja van. Rengeteg előadás van, akár az emberek fejében, referenciaként Igen. sok híres Igen. előadás megjelenhet. Ehhez képest milyen volt a Vácziak előadása? Színházi adattár 34 magyar előadást hoz, és lehet, hogy ez nem teljes, tehát lehet, hogy nem frissül folyamatosan. Én amikor kijöttem az előadásról, akkor az első gondolatom az volt, hogy vajon tudta-e a Váci Dunakanyar Színház, hogy milyen rendezőt kér fel erre az előadásra. Akkor még nem tudtam, utána néztem csak utána, hogy ez már egy 3 évre visszanyúló közös munkasorozat, ha így tetszik. Főleg egy ilyen fiatal színháznál, aki 6.-7. évadát éli, hogy milyen útra lép, hogy vezetődik be a köztudatba, akár a saját közvetlen közönsége, akár a színházi paletta számára. És ebből ugye az derült ki a számomra, mert hogy ugye azért volt ez egyáltalán, azért merült ez egyáltalán fel benne, mert előfordulhat, hogy divatos rendezőt egy-egy társulat felkér egy rendezésre, és akkor utána, amikor elindul a próbafolyamat, akkor mégis valahogy azt várják tőle, hogy a saját közönsége szája íze szerint csináljon. Tehát egyrészt levadásszuk a skalpját, megvan, kipipáljuk, hogy rendezett nálunk ő, vagy ő, aki nagyon trendi, de azért ne legyen annyira trendi, hogy a saját közönségünk elutasítsa a végeredményt. Na most ezek szerint a Váciak ezt pontosan tudták, hogy mire számítsanak, mégpedig egy nagyon erős vizualitással operáló előadásban gondolkodtak ezek szerint, ahol
nem azt mondom, hogy a szöveg másodrangú, de a vizualitás, meg a zene, meg a mozgás, az legalábbis egyenértékű a szöveggel. Aztán később olvastam egy interjú részletet, ahol azt arra hivatkoztak a színészek is, hogy hát Fedor Isin maga is megmondta, hogy az író a szövegért kapja a fizetését, és akkor ő már ott ki lett elégítve, és innentől jön az adaptátoroknak a szabad keze, ha úgy tetszik. Az egyik nézői hozzászólás említette, hogy ez egy hagyományos feldolgozás. Én azt gondolom, hogy minden csak nem az. És akkor bejön a következő lépcsőfok, hogyha nem hagyományos, akkor milyen legyen? Hát más legyen. Oké. Akkor ez egy nagyon más előadás, de hogy ez önmagában elég-e, hogy más? Hogy ezzel különbözteti meg magát, hogy más, mint a magyar hagyományos ábrázolás, vagy az, amire hivatkozott a Balázs, hogy mindannyiunk látott már életében legalább egy Ványa bácsi előadást, és megképződött a fejében valami erről. Hogy nem blöffe, amit látunk. Ugye ez a gyönyörű vizualitás, a dübörgő zene, ami szinte már időnként a szöveg hallhatóságának a rovására megy, és két pontot majd említenék is, amikor én szerintem azért a tegnap estében ez nem volt szándékolt, hogy ott ne legyen érthető a szöveg, hogy blöffe ez, amit látunk. És arra kellett rájönnöm, hogy olyan mérhetetlenül nem blöff, hogy az utolsó mozdulatig én szerintem ki van munkálva, és akkor erre mondanék néhány pontot, ugye a zenehasználat. Szintén említették már, hogy a Bach Máté pasiója hangzik fel többször, de még három másik zenét is említhetnénk híres Tarkovszki filmekből, a Stalker, a Nosztalgia és a Tükör. Ugye a Tükörnek a főhőse egy olyan ember, aki halálos betegnek képzeli magát. Ugye a Ványa bácsiban van ilyen szereplőnk, aki halálos betegnek képzeli magát. Majdnem mindegyik halálos betegnek képzeli magát, ami a lelke romlását vagy a lelke pusztulását érinti, de Szerebjakov de facto fizikailag is halálos betegnek gondolja magát. A Stalker, ami a kiúttalanságról szól, mondjuk, hogyha egy szóval kellene megfogalmazni, és a nosztalgia pedig a művészi lét feladataival foglalkozik. Itt ugye Szerebjakov a művészetről ír, és azt állítja róla Ványa, hogy szappanbuborék és mások mondatait böfögi vissza, de hát ezt a Ványa állítja, és nem olvastunk egyetlen egy Szerebjakov eszét sem, tehát nem tudjuk megítélni, hogy ez mennyire igaz vagy sem. De a figurát, igen, de majd ehhez is lenne hozzáfűzni valom. És hát ami a Manóban még nagyon erősen jelen van, hogy Jelena Andrejevna eredetileg zongoraművész volt, ami hivatást feladott a házasságban folyamatosan, és néha még így feltör belőle, hogy olyan nagyon kéne éjszaka a viharba zongorázni, de akkor a Szerebjakov ugye mindig fejfájásra, egyéb fájásokra hivatkozva leinti őt. Itt most már csak két mondat erejéig jön elő a Ványa bácsiban, hogy ez a nő bármi is lenne azon túl, hogy ragadozó. Az egyik az a fél mondata, amit a Szonyának mond, hogy epizód szereplő vagyok a zenében, mondja teljesen a semmiből, mert eddig semmi utalás nem volt arra. Én azt is hittem, hogy ez hiba, hogy benne maradt egy szó, hogy epizód szereplő vagyok a zenében, a férjem házában és kalandokban. És ugye a kalandok is előrevetít még egy szálat. És akkor a Metze megkérdezi tőle az asztróf, hogy micsoda maga, vagy mit végzett, konzervatóriumot végeztem, de ennyi. És tulajdonképpen az ő ebben a felfogásban jelenáról két dolgot tudunk meg. Egyrészt ugye a Ványa azt mondja róla, hogy csodálatos nő, okos, művelt, nem tudom micsoda, de itt mi a szemünk előtt egyáltalán, és nem csak ebben az előadásban nem, hanem úgy általában nem képződik meg, hogy ez egy értelmiségi nő lenne, ha csak nem osztja a színház az ünnepelt tragikájára, aki mindig olyan figurákat szokott játszani az adott színházban, hogy ő a szenvedő értelmiségi asszony. És általában ez ráadásul kicsit idősebbekre is szokták osztani ilyen kicsit jutalom szerepként, ehhez képest is egy új elem, hogy ilyen fiatal jelenánk van. Bár maga a darab ezt kívánja. 28-at ír, igen, és hát alig több a témája.
És ahhoz itt, ahogy itt előttünk létezik, az, ahogy unatkozik, ődöng, utál mindent ezen a kisbirtokon, az nem abból az attitűdből látszódik előttünk, hogy, hogy az ingerek, az értelmiségi ingerek hiányoznak neki, hanem hogy úgy egyáltalán ő egy ilyen akarat nélküli nő, aki, vagy, de semmiképpen nem az a szellemi, kulturális közegétől megfosztott és ettől szenvedő nő, amire hivatkozik a Ványa. Sokkal inkább igaz a másik, én szerintem, amit ez az előadás nagyon aláhúz, amit az asztrom mond neki, hogy hát maga milyen ravasz, hát maga egy ragadozó, jöjjön, fajjon fel, harapjon. Ez a harapjon, ez egy új szó, ez nincs is benne, azt hiszem. És az egész, nem csak a viselkedése Jelenának ezt húzza alá, hanem ahogy öltöztetik. Ugye, hogy rögtön az elején megjelennek, a keretes kicsit öltözékében a szerkezet, hogy jön az elején a Szerebjakov egy pantalón jelmezben, aki a Komédia d'Arte-ből, aki ugye öreg, hisztis, veszekedős, beteges, nem tudom. Tehát mint szimbólum rögtön hozza ez a ruha, és valahogy nem tudtam pontosan dekódolni, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen női matador, aki a bikákat ingerelni akarja, egy ilyesmi valamiben van az első képben ezzel a fura, ilyen virágos díszítésű kalapban a Jelena, akit aztán levetkőztetnek egy piros ruhára, sőt piros miniszoknyás ruhára igazából, úgyhogy és mozgásában, ami nagyon, szerintem nagyon jól szervül az egyébként mondhatnánk, hogy szinte fizikai színházi előadásba, vagy mozgásszínházi előadásba, hogy ő pilateszezik. Hogy időnként különböző combtárogató gyakorlatokat végez, vagy a hasonfekvő derék egyenesítő repülő amazon, vagy nem tudom milyen, minek hívják azt a figurát. Tehát, hogy minden ízében, minden mozdulata, ahogy először bejön balról előre, és fölhúzza a ruháját, fölteszi a lábát, megmutatja a combját, tehát ő mindenképpen a ragadozót testesíti meg sokkal inkább, mint az értelmiségi. Nagyon sok muníciót adtál, csak azért néztem rá, hogy szerintem kezdjük el kibontani ezeket, hogyha nincs ellenedre. Én sem értek egyet azzal a nézői véleménnyel, hogy ez bármennyire is hagyományos vagy tradicionális előadás lenne. Én azt gondolom, hogy a néző arra gondolhatott, hogy ez egy 3 óra hosszú, nyugodt tempójú Csehov előadás volt, de hogy azon kívül, hát szerintem is sok minden volt, csak nem tradicionális. Nézzük először a teret. Tehát én borzasztó izgalmasnak láttam ezt az egész teret, hogy beültem, elkezdtem gondolkozni, hogy most hol vagyunk, ez egy malom, vagy ez egy váróterem, mert ugye nem, meg olyan, az a kép fogad, hogy háttal ülnek a szereplők, és utána hát ugye nagyon jó, tehát én egyáltalán nem éreztem üresnek a teret azzal, hogy nagyon jól, folyamatosan ugye ezt a kevés díszletelemet nagyon kreatívan használjátok. Rendező úr, mesélne kicsit a tér kialakításáról, ami szintén családban maradt? Igen, mert hogy Alla Fedorosina a díszlettervező. A felesége, igen. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Во-первых, мне очень приятно быть среди вас на этом фестивале. Elsősorban hadd mondjam azt, hogy nagyon örülök, hogy itt vagyok ezen a fesztiválon. О котором я много слышал. Amiről már sokat hallottam korábban. В разных странах. Más-más országokban emlegetik a posztot. Где я бываю со своими спектаклями своего театра и не своего театра. Saját színházam előadásait sok fesztiválra visszük, és ott hallottam már erről. Если мы сейчас будем говорить о Чехове, о спектакле, я думаю, что я об этом буду говорить, наверное, не так много. Hogyha most Csehovról, illetve az előadásról fogunk beszélni, akkor valószínűleg én nem sok mindent fogok elárulni. Большое спасибо, что вы вспомнили о Андрее Тарковском. Nagyon köszönöm, hogy Tarkovskit megemlítette Brigitta. Потому что это был мой очень близкий друг. Nekem egy nagyon közeli barátom volt. В мои молодые годы. В
fiatal koromban. И я этот спектакль с Аллой сразу говорил, что давай мы, может быть, посвятим Андрею, потому что он когда-то очень хотел делать дядю Ваню. És a feleségemmel azon gondolkodtunk, hogy az ő emlékére rendezzük ezt az előadást, mert korábban ő nagyon szeretett volna egy bányabácsit да, rendezni. Уже в Италии, когда он был. Még amikor már Olaszországban élt. Вот. Поэтому мы выбрали как бы Баха, которого я тоже очень люблю. Ezért választottuk музыкой. Többek között Bach zenéjét, amelyet én nagyon szeretek. А если говорить о сценографии, то я хочу сказать, что я вырос в деревне. Ha a díszletekről kell bármit is mondanom, akkor el kell, hogy mondjam, hogy én vidéken nőttem fel egy faluban. И для меня деревня это всегда туман. És számomra a falu az mindig egyfajta köd. Поэтому вы видели этот туман. Ezért is látták a színpadon sokszor megjelenni ezt a ködfelhőt. Которого проявляются люди. Amelyekből megjelennek utána az emberek. А если поместье, это сичкарня. És hogyha a díszletet nézzük, azt a forgatós tekerőst, az egy szecskagép akart lenni. Это та машина, которая будет жить вечно. Сегодня уже таких сичкар нет. Ez az a gép, ну, они есть, но они немножко другие. Amely folyamatosan jelen lesz az életünkben, még hogyha szó szerint egy ilyen szecskagéppel ma már nem is dolgozna. И, конечно, лавки, которые всегда связываю я с церковью, с церковью. A padok, azok pedig nekem mindig a templomhoz kapcsolódnak. Потому что в советское время было запрещено там очень много ходить в церковь, особенно детям. Ugye tiltott volt a templomok látogatása, az egyházak látogatása, különösen a gyerekek számára. Но я очень любил и всегда получал взыскания от директора школы. Ругали моих родителей, потому что я в церкви очень много проводил времени. Szerettem a templomokat, és gyerekkoromban sok időt töltöttem ott. A szüleim nagyon sokszor kikaptak emiatt az én tanáraimtól, igazgatómtól. И мне кажется, что там именно я понял, что есть вертикаль. És azt gondolom, hogy éppen ott tanultam meg azt, hogy van a вертикальный, függőleges. Я это говорил актерам. Ezt annak idején a színészeknek említettem is. Про которую мы всегда должны помнить, потому что если горизонталь. És erre mindig gondolnunk kell, mert hogyha van a vízszint. Тогда мертвый контакт. Akkor halott a kapcsolat. Мы всегда должны общаться контактом через вертикаль. Éppen ezért, amikor kapcsolatban lépünk, akkor mindig a függőleges állapotban kell kapcsolatba lépnünk. Вы хорошо заметили и говорили зрители, что есть картинки. A nézők, amit említettek, jól észrevették, hogy igen, vannak képek ebben az előadásban. Это очень правильно, потому что мы не хотели показывать быт. Mert mi nem akartuk a hétköznapi életet bemutatni. Потому что быт я всегда сравниваю с каким-то мусором. Mert hogyha a hétköznapi dolgokat visszük a színpadra, az nekem egy kicsit egyenlő a szeméttel. И как говорит мой друг, зачем ставить про мусор, когда есть клумбы роз? Ahogy az én neves barátom szokta mondani, miért rendezzünk szemetet, ha egyszer vannak rózsabokrok is. Эти розы – это эти люди, которых мы видели, видим, их внутренняя жизнь. És a rózsák jelen esetben az emberek, akiket látunk a színpadon, az ő életük. Да, Лена у нас не играет на пианино. És hát igen, Jelena a mi darabunkban nem játszik, nem zongorázik. Но я отходил от актрисы, которая играет Лену. De én ugye Тимából indultam ki, a színésznőből, aki adott esetben Jelenát játsza. Она очень пластичная и... Neki nagyon jó a mozgás культура. И у Чехова написано, что она всегда заставляет своих, когда приезжает в деревню, делать
эти зарядки как бы йоги и так дальше. És ez Csehovnál is jelen van, hogy amikor ő oda megérkezik ebbe a házba, akkor ott gyakorlatilag mindenkinek mondja, hogy tornával foglalkozni kell és a jóga gyakorlatokat csinálni kell. И мы это решили использовать. És éppen ezért kiindulva a színésznőből kvázi, bocsánat a szóért, kihasználtuk ezt a tudását és használtuk. Спасибо, может еще. Most első körben ennyit, köszönöm. Nagyon sok mindenről lehetne tényleg így most így kiemelten beszélni, de mondjuk kezdjük a zenével, meg a zenehasználattal, mert azért az a ti játékotokat is nagyon nagyban érinti. Tehát én a filmes világból jövök, én az előadás után úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy egy csomó helyen a zene csinálja meg a vágást. Tehát, hogy így, aztán rájöttem, hogy, ja, hogy ez nem is egy film volt, oké. Okay. Szóval, hogy tényleg nagyon intenzíven jelen van, nagyon fontos, hogy milyen zenék szólnak, elképesztően erős atmoszférát sugalnak. Azon gondolkoztam, hogy ez a próba folyamat során hogy alakult, hogy mikor kezdtetek el már zenével is dolgozni, vagy egyáltalán, hogy mi volt Jaroszlávnak a munkamódszere itt a zeneszöveg viszony tekintetében? Nem néztél. Igazából abban a kivételesen szerencsés helyzetben voltunk, ami egyébként ritka egy színházi próba folyamatban, hogy az olvasópróbán bent voltak már a díszletelemek, és amikor egy hetes elemzés után fölálltunk az asztaltól, mert ugye Jaroszláv és Ala úgy kezdték, hogy egy hétig ültünk, és kitöltöttük a próbaidőt, és olvastunk, és beszélgettünk, és elemeztünk, rengeteg kérdést szegeztek nekünk, amire, hogyha nem tudtunk válaszolni, akkor a következő vagy a következő próbára már ezekkel a gondolatokkal felvértezve, vagy készülve, mint egy órára érkeztünk meg. És amikor fölálltunk először, és próbaruhát húztunk, akkor ezek a díszletelemek már a rendelkezésünkre álltak, és a zene is a rendelkezésünkre állt. Folyamatosan használta a zenét a próba folyamat alatt Jarek. Néha kicserélte, változtatott, nyilván ő is próbálgatta, de ugyanúgy a része volt a próba folyamat első pillanatától, mint a díszlet, tehát ugyanúgy használhattuk, konkrétan ülhettünk a zenére, mint a padokra. Ez azért volt jó, mert miközben együtt nőttünk az előadásra, és együtt fejlődtünk bele, nem pluszként jött hozzá a főpróba héten, hogy és akkor majd itt szólni fog valami zene, hanem már azzal együtt, szerves részeként alakult. Úgy szokott fogalmazni egyébként, nálam mindig nagyon fontos Jaroszlávnál a zene, és úgy szokott fogalmazni, hogy jelenleg a tizedik szereplő a hangtechnikus, aki ugyanolyan olyan szereplő a darabnak, mint amennyire a színészek. Mi? Ez egyébként mennyire segítette a ti munkátokat? Ezt csak azért kérdezem, mert én beszéltem olyan kritikussal, aki azt érezte, hogy hát ez a zene, ez most bocsánat, hogy provokatíven próbálok hozzáállni, hogy ez elnyomja a színészeket, vagy hogy kevésbé tud ez a, nem tudom, a játékotok kellően lélekelemző vagy érzékeny lenni. Hát abszolút lehet ez a vélemény, tehát kívülről, tehát ez egy nagyon szubjektív dolog, kinek hogy hat. Jelen esetben önmagam érzéseiről beszélve erről, tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben segít a zene egy adott érzésnek a megszületésében, és tényleg ahogy mondtad, tehát ilyen snitszerűen és nagyon tűpontos lett a zene egyszer csak, tehát az, hogy itt hangosabb volt, itt halkabb, tehát ez tényleg egy ilyen partitúraként működik, legalábbis bennem, és számomra egy nagyon fontos alkotó eleme és része, úgy érzelmileg, mint más tekintetben. Bocsánat, csak még egy szót erről, hogy mi is kaptunk olyan nézői véleményeket kollégáktól is egyébként, akik azt mondják, hogy ez a sok zene, és miért kell ennyit zenélni, és hogy van ez az egész. Én először dolgozom külföldi rendezővel, eddig nekünk is Magyarországon itt furi, hogy ennyire szerves része egy előadásnak a zene ilyen mértékig, és igen, a hangosító is ugyanolyan szereplő, mint mi vagyunk, csak nem látjátok, vagy nem láthatják a nézők.
ezt nekünk is meg kellett szokni, de az ő világa ilyen, ezek az ő játékszabályai, ez egy ilyen előadás, és hogyha ebben a rendszerben ülünk be, akkor szerintem nem kell kritikai elemként tekinteni, hogy sok a zene, hiszen egy ugyanolyan szereplő, mint Asztróf, Szonya, Jelena, vagy bárki más. Annyira kikívánkozik belőlem, tehát, hogy én hogy elnyomja a színészi játékot, én nem vagyok kritikus, hála Istennek, de egyrészt nem gondolom, hogy elnyomja, másrészt én tudok egyszerre két dologra figyelni, meg akár még többre is. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ez a probléma lenne, nyíljunk ki, vegyük észre, ne zavarjon, nyissunk meg minden csatornát, és akkor minden csatorna egyszerre működik bennünk, és akkor nem lesz ilyen. Szerintem egyébként itt arról van lehet szó, hogy sokak számára, tehát a magyar színházi tradíciókhoz, vagy a nem tudom, színjátszási tradíciókhoz képest sok. Én például borzasztóan élveztem, tehát engem egyáltalán nem zavart. Én kifejezetten izgalmasnak találtam a vágásokat, tehát megint ezt mondtam mindegy, szóval igen, értetek, mit akarok mondani. És hogyha ezt úgy tekintünk erre az előadásra, hogy mondjuk egy fizikai színházi előadás, akkor ott nem ártalmas, ha a zene alá rá lehet ülni, és segíti ezt az előadást. Nem csak hogy vág a zene, hanem premierplánt is csinál, ugyanis az Asztróf volt, amikor rögtön az elején tukmálják az első vodkával, és akkor ő azt mondja még, hogy én nem szoktam minden nap inni, és utána ott középen, talán valóságos fejgépben is, de mindenképpen nagyon drámai zenei effektusra issza meg az első vodkát, amitől aztán folyamatosan a többiekhez hasonlóan ez gyakorlatilag percenként lesz a kezében. Engem két helyen zavart, de lehet, hogy szándékolt volt. Az egyik, amikor az ostya elmeséli a többieknek a felesége hűtlenségét. És eközben egy ilyen, ugye mondjuk, hogy vízipipát használ, legalábbis egy ilyen kilométeres csövön keresztül szívja a bort, mondjuk, mert hiszen piros löty kering benne, és ez egy, ha akarom, akkor egy ilyen bohóc tréfaszerűség is, egy ilyen groteszk elem, hogy ezzel a nagyon hosszú csővel hogy kell neki megbirkóznia, de még utána ezt a posztamenst, vagy nem tudom mit, emelvényt, ami nő ül, még azt is elkezdik tologatni, annak óhatatlanul van egy zöreje, egy hanghatása, és nem esküdnék meg, de az se kizárt, hogy ott is szól a zene, ott ez a hangkulissza, ez elnyomta magát a sztorit. De lehet, hogy szándékoltan nyomta el, mert hogy ennek nem akartatok súlyt adni, ennek az ő személyes történetének az egész szempontjából az ő hűségről vallott álláspontja esetleg nem fontos, vagy nem fontos a többieknek. És a másik ilyen rész, amikor szívesebben hallottam volna az Asztróvot, amikor egy ilyen a padokból ilyen fura piramisszerűt épít a Jelenának, amin lépkedni kellene, és biztos biztonságtechnikailag is ott láttam, hogy kell próbálni, hogy jól illeszkedik-e a dőlt elem a vízszintesre, de ott se értettem minden mondatot igazán. Ez lehet, hogy ez nagyobb hiba, mint az ostya a veszteség. Большое спасибо. Мне кажется, что да, вы правы, что иногда в каких-то моментах вчера была очень громкая музыка. Nagyon köszönöm az észrevételt. Igen, valóban igaza van abban, hogy tegnap helyenként kicsit hangosabb volt a zene. Это всегда, когда есть одна репетиция и новая сцена. Очень трудно, ну как бы создать атмосферу, технику, чтобы было все от и до точно. Igen, mivel mindig más-más színpadon játsszuk az előadást, és vannak a próbák, nagyon nehéz a technikusnak megtalálni azt az atmoszférát, hogy mindig azt adja, amit hallani akarunk. Я хочу большое сказать спасибо актерам, потому что мне было очень приятно работать с актерами. Они очень творческие и очень сильные актеры. И я всегда, когда смотрю спектакль один или второй, или третий, всегда радуюсь, что они
идут в том направлении, как мы договаривались, и ищут különösen azért örülök, mert всегда amit megbeszélünk, azt ők mindig meg is csinálják a saját lelkükön keresztül, tehát bemutatják azt, amit várok tőlük. Нет фиксированных каких-то вещей, что касается внутреннего монолога того или иного актера. És nem fixálnak magukban semmilyen olyan belső monológot, amit megbeszélünk, hanem mindig tudnak újat és újat hozni, tehát dolgoznak magukon folyamatosan. Потому что такие актеры, как Миша, как Вика, как, ну, практически все, но они мне очень помогали, потому что они немного знали русский. Nagyon jó volt együtt dolgozni Misivel, Vikivel és a többiekkel is természetesen, Viktor, mert nagyon sokat segítettek nekünk abban, Ivaskovics Viktor is, hogy ők egy picit értik az oroszt. Azért, mert ti kettő emberek szászélyek vagytok, ugye? Ezt jól mondom? Ivaskovics Viktor. Ja, bocsánat, elnézést. Ja, igen, elnézést, bocs, igen. И хочу поклониться просто перед вашими гениальными старшими актрисами Жеке. Вот это... Она просто прекрасная. И Ева, которой нет, она уехала. Szeretném megköszönni Zsikének és Évának, a zseniális színésznőknek. Nagyon klassz volt velük együtt dolgozni. Tímár Éva sajnos nincs most velünk. Спасибо. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy beszéljünk akkor erről a négy kulcsszereplőről, mit szóltok hozzá, jó? Tehát milyen volt Szonya, milyen volt Jelena Andrejevna, milyen volt Asztrov, és milyen volt Ványa bácsi. Mert tulajdonképpen a szerepjakok kivétele az összes kulcsszereplőnk itt van, és hát mind gyakorlatilag egy előadást tud meghatározni az ő karakterük és az ő viszonyrendszerük. Nekem nagyon üdítő meglepetés volt, hogy a három férfi gyakorlatilag egykorú, sőt, ha jól tudom, akkor a Szerebjakovot játszó színész a legfiatalabb, Asztrov. Biológiai értelemben. Igen. És, nem, ti sokkal fiatalosabbak vagytok különben. És hogy ketten meg tűpontosan lefedik az írott életkort, hogy 47-48 évesek. És azt hiszem, hogy a Szerebjakov meg 44 nálunk, de ennek igazából csak abban van jelentősége, hogy az elején ezt a szerebjakovi magatartást vagy figurát az elején beéri azzal a rendezés az én számomra, hogy az elején ebbe a pantalóni jelmezben megmutatja, ami nagyon groteszkelem, de szerencsére a darab egészében ezt leveti, nem csak a viselkedésében, hanem a jelmezt is, és egyáltalán nem akarja öregíteni a színészt. Tehát láttok egy ugyanolyan 40-es férfit, mint a másik kettő, akinek tulajdonképpen akár, ugye mindenki síratja az életét, hogy ki miért ment tönkre, vagy minek az oltárán áldozottak be az ő vágyai, vagy fiatalkori tervei. Ugye Asztrova közért munkálkodott, mondjuk így ezzel az erdőnemesítéssel, vagy akár magával az orvoslással is. Ebbe csömörlött bele, mert nem talál visszhangra, elutasítja a közeg. Ványa ha tetszik, a családi vállalkozásba ölte minden energiát 25 éven keresztül, először ugye azért, hogy kifizesse a hitelt a birtokon, utána pedig, hogy utalja a pénzt a nagyvárosban élő Szerebjakovéknak. És ezt úgy szoktuk elfogadni, ezt úgy elhisszük, hogy nekik igazuk van, szoktunk sajnálkozni rajta, hogy derékbe tört két élet, de mi van akkor, hogyha a Szerebjakové is az? Tehát most gondoljunk bele egy ilyen 40-es férfibe, aki egy igazi self-made man. Szerencsére kihúzták azt az egy szót, mert ugye Ványa mesél róla, hogy egy kis szeminarista volt, és akkor sok munkával kivívta, hogy akkor egyetemi oktató legyen, meg persze a szenátor apósának. Na most ez a szenátor após ki van húzva, ez nem hangzik el, és akkor látunk valakit, aki ugyanúgy vidékről megcsinálta magát. És 25 évet végig gürizett, ugye itt is mondják, hogy mindig éjszaka ír, dolgozik, olvas, jegyzettel, stb. És hogy ennek valamitől ennek a pályának vége van. És miért ne szánhatnánk, vagy sajnálhatnánk meg őt, ha mondjuk kvázi kényszer nyugdíjazzák,
hogy még lennének tervek, amiken ő dolgozna, és még van ez a megújuló, még az se kizárt, hogy pszichés eredetű reuma, vagy köszvény, vagy valami, ami őt sújtja, de hogy miért ne lehetne meg az ő igaza is, hogy... Kérdezhetek valamit? Kérdezhetek. Csak az, egy jó Csehov előadásban voltaképpen nem azt látjuk, hogy minden szereplőnek igaza van? Vagy hogy minden szereplőnek megvan a... Mert erről beszélsz tulajdonképpen, hogy Szerebiakovnak is megvan a maga átélhető tragédiája. Tehát én pont ezen gondolkoztam az adást nézve, hogy tulajdonképpen mindenkit megértek. Igen, de mégis valahogy a több... Én azt gondolom, hogy több figyelmet fordítunk a másik kettőre. És hogy maga Csehov is megírta a Manóban az Asztrovót, utána megírta a Ványát, érdekelt volna, hogy mi van, hogyha megírja a Jelenát, mert engem az is nagyon érdekelt volna. És én kifejezetten örülök, hogy én ehhez az előadáshoz szólhatok hozzá, mert bizonyos pontokon még a mi Karenina Annánkkal is találok kapcsolódási pontot. Ugye azon a beszélgetésen elhangzott a Nagy András szájából, hogy vannak asszonyok, akik 100 évre képesek megtermékenyíteni a férfit. Na most itt van egy olyan nő, aki 100 évre magtalanná teszi a férfit. Tehát nem tudhatjuk, hogy ugyanúgy ugye beleszeretett egy idősebb tudósba a Szerebiakovba, akivel most problémák adódnak, egészségügyi, munkavesztési, anyagi, egzisztenciális, stb. És akkor a figyelme tárgya az Asztrov lesz, aki ebben a közösségben ugyanaz, egy fiatalabb kiadásban. Tehát ha akarom, ugyanúgy Karenin és Vronszky. Igen, csak ott a kettő szárnyal és akar csinálni valamit a nő mellett, itt mind a kettő feladja magát. Szárdár, te hogy láttad a színészek játékát, hogyha már akkor átdobom oda a labdát, tehát azt vetettem föl, hogy... Így összekapcsolhatom az előző zenei képlettel is. Ez költői kérdés volt. Jó. Nem, akkor várjál. Akkor úgy van, hogy... Nem, kapcsolod össze természetesen. Igen, hogy... Tehát, hogy végig mindenkiben érezhető volt egy küzdés, tehát egy tehetetlenségből való küzdés. És számomra ezt mondjuk a zene ezt a szempontot nagyon megerősítette. Meg maguk a mechanikai eszközök, amiken száguldottak az emberek. Szintén ezt az elcsúszás érzést tudták erősíteni, és én azt éreztem, hogy ezzel együtt tudtak keringeni ezek az alakok. Tehát, hogy szerintem ezt a fajta nehézséget, vagy Magyarországon mondjuk van egy jól megtanult realizmus, ami köti a tárgyakat, hogy akkor ez itt ezt jelenti, akkor ő ideül, ő odaül, ők beszélgetnek, és akkor állapotokat termelnek. Ez a folyamatos imbolygás, ez egy világúvá tudta tenni, és nekem az volt a reveláció, hogy nagyon egymásra tudtatok ebben csatlakozni, Tehát ugyanazt mondani, mint amit először mondtam, hogy valahogy a tehetetlenség az attól vált érvényessé, vagy akkor erősödött folyamatosan, ha mindig láttam benne a színésznek az élvezetét. Tehát láttam azt, hogy itt most ez történik, hogy pusztul a szerep. És
És hogy együtt tudtak, tehát hogy együtt történt a légzés az eszközökkel. Emiatt nem nagyon lehet elkülöníteni a színészi játékot, mert ez egy lény. Tehát a szerepek ebben a drámában, vagyis ebben a feldolgozásban, ebben az előadásban, ez egy lény. Ez az előadás egy lény. Mondjuk egyébként a végén is azért volt egy érdekes lény, tehát ott a sok esernyős lábakkal, tehát azért valóban az előadás gyakran éri ilyen nagyon erős formalista, szimbolikus gesztusokkal. Tehát tulajdonképpen ahogy ti ketten az elején megjelentek, az ugye az nagyon rímelt a végén, ahogy ez a házas pár elhagyja a színt, mint egy ilyen kártékony, rovar, nem tudom, házas pár, tehát azért... Két dolgot szeretném. Az egyik az eszközök, hogy itt ugye az esernyő, a sok kiosztott esernyő, a százlábú rovarnak mondjuk a lábai, de hogy az eszközöket szívesen használják ilyen nem rendeltetésszerűen, tehát például amikor a Marina lovaggá üti a légcsapóval a férfiakat, vagy akár, amit már az előbb említettem, ez a kilométer hosszú borívó cső. Még én a Szonyáról ejtenék egy pár mondatot. Ugye azt eddig is gondoltuk, de itt most nagyon tetten érhető a két színésznő esetében, hogy ez a két nő, a Jelena meg a Szonya gyakorlatilag egykorú. Ha nagyon utána számolunk, akkor vannak rá nyomok, hogy mi, hogy hány 10 éve, meg akkor még élt, meg nem, meg a Szonyácska mamája. De mondjuk, hogy ha 28-nak fogadjuk el a Jelenát, akkor olyan 25 körül azért ott van a Szonya is. És itt egy nagyon szép jelenet az, amikor ők ketten megbeszélik, hogy az asztrovot ki kellene puhatolni, és akkor abban a fekete igéző ruhájában, amit ha elfogadunk ilyen kvázi matador ruhának, akkor a bika hergelő, a férfi hergelő ruháját odaadja a Szonyának. Ráadja a ruháját, ráadja a Szonyára. Megpróbálja ráadni. Igen, és akkor egy pillanatra, ugye ez lehet egy direkt eszköz is, hogy ma az idősebb barátnő, aki ki akarja a fiatalnak, vagy el akarja nyerni a fiatalnak a kegyeit, akkor megtanítja sminkelni, vagy ez a frizura jobban áll, vagy izé. Tehát akkor odaadja neki a legszebb ruháját, amiben ő is olyan igéző, amit aztán a Szonya nem kér. Viszont a végén felveszi ugyanezt fehérben, és ha a háttérben láttuk elmenni kétszer fehérben, aki az anyukája lehetett valószínűleg, a Vera Petrovna, ami csak a második elmenetelnél azonosítódik be, mert akkor mondják rögtön utána, hogy az ő anyukája. És akkor ez nekem még behívta egy kicsit a Hattyúk Tavának a fehér és fekete hattyúját, ugye Odettet és Odiliát, és a végén ezt a fehér ruhát veszi fel a Szonya, vagy elmegy meghalni, akár az anyukája után, vagy csak azt közli velünk, hogy azt a magatartást fogja folytatni, mint az anyukája, aki tűrt, szenvedett, dolgozott, elhalt szépen. Én az utóbbira szavaztam. Én annyira örültem, hogy ezt én így megfejtettem, és akkor ma reggel láttam a plakátot, hogy két madár, egy fekete meg egy fehér madár van a plakáton, úgyhogy akkor maximum annyit könyvehetek el magamnak, hogy kicsit rezonáltam a dologra. Nem is madár, hanem az a két kabát van. Igen. Igen, de olyan, mintha szárnyai lennének. Ilyen. Igen, igen. Meg ezt a, vagy lehet, hogy nekem nagyon primér módon, de a nászt, tehát a násznak a vágyát is behozza azonnal a fehér, főleg ebben az esésében a ruhának. Szerintem ezért is izgalmas, hogy a végén pont ez a vágy marad, mert nem húzza alá a tragédiát, jó értelemben, hanem attól fájdalmasabb, hogy fehérben van. Tehát, mert mi itt a kultúrában azt gondolnánk sokszor, hogy a fekete az fájdalmas, mert ehhez vagyunk hozzászokva. Mi a fehér miatt látjuk a feketét. A térről még, ha van valakinek kérdése, akkor jelezzem, majd rögtön egy másod utolsó, csak gondoltam, hogy hát amilyenkor szoktak gondolkozni, és azért gondoltam, hogy időben szólok, hogy a
tulajdonképpen a teret azt így meg kell fejtenünk. A nézőbe váltában van ilyen vágy, hogy akkor most megértsd, hogy hol vagyunk, és akkor én ott Asztrov monológia után, ugye az élettaposó malmáról beszélsz, hogy van valami ilyesmi, és akkor ott fölöttünk ott lebegnek Damoklész kardjaiként, bár ugye az többes számban kicsit fura, de mindegy, ezek a zsákok, hogy számotokra egyébként ez a tér, ez mit szimbolizál, vagy a rendező hogyan interpretálta a játéktérnek a lényegét? Jó, hát a térrel kapcsolatban ez nem egy realista tér, ez nem egy realista előadás. Tehát mi használjuk ezeket az eszközöket, és tulajdonképpen a lelki folyamatainkat tudjuk továbbvinni rájuk. Tehát az, ami bennem színészként megszületik, azt ki tudom vetíteni egy eszköz vagy egy térhasználat kapcsán. Tehát, hogy most hova fekszem, mikor hajtom le, nem tudom, micsoda, ezek mind a segítségemre vannak abban, hogy meg tudjam mutatni azt, hogy tulajdonképpen belül mi az, ami forr bennem, és éppen mennyi jön ki ebből az energiából, vagy ebből a feszültségből, ebből a gondolatból, ebből az érzelemből, ebből a szándékból. Tehát igazság szerint ez egy buta kérdés lenne, ha bárkiben kérdésként merülne fel, hogy hol játszódik az előadás. Itt játszódik az előadás. Ha valaki ide be tud jönni hozzám, mindannyiunkhoz, akkor látni fogja, hogy ez az előadás hol játszódik. Ez nem egy konkrét térben játszódik, ez mindannyiunkban játszódik. Úgyhogy mi meg segítünk talán, hogyha valamit el tudunk érni előadóként, alkotó, művészként, színészként, akár a gyerekek, ugye rendezőként, tervezőként, akkor mi azt tudjuk segíteni a világon, hogy bepillantást nyújtunk magunkba, ezáltal mindenki bepillantat saját magába. És mi ehhez használunk mindent az előadás kapcsán. Úgyhogy hát ezt tudtam így elmondani a lávocskikról. Bocsánat, csak még így a térhasználatról, vagy ugye térről, hogy éppen annyira... Nem akar beszélni, csak most itt játssza az agyát. Vagy mondasz valamit, Mihály? Ő kijelentett, hogy nem mond semmit, és most meg úgy csinál, mint aki nagyon akar beszélni. Annyi mindent tudnék mondani, csak nem tudom, hogy van így. Mert nem is tudom, mit akartam. Nem, tudom. Hogy egyrészt szerintem, de hát ezt ti, akik kívülről láttátok, jobban meg tudjátok mondani, hogy azért minden egyes helyszínváltozás azért nagyjából jelezte, hogy ez most kint, bent, ablak, ajtó vagy micsoda, és hogy nagyon szép ellenpontja volt ennek a rendkívül érzelemgazdag és nagyon intenzív zenének, ez a rendkívül puritán díszlet. És ez az egyik egy nagyon színes, nagyon gazdag, nagyon-nagyon sok érzelemmel teli, a másik pedig egy nagyon szikár, natúrszínű, fémkeretes, kerekekkel ellátott díszletelem közeg, ami egy nagyon szép ellenpontot csinált, és a gyerekeknek abszolút célja volt ezzel Alának, aki a látványért felelt, nagyon, nagyon fontos és kiemelkedő célja volt, hogy ebben a két végletben legyünk mi benne, és mozgassanak minket ők ebben benne. Én a térrel kapcsolatban szeretnék mondani valamit, hogy a színész, amikor itt próbál, akkor arra kell törekednie szerintem, hogy megfejtse, hogy kicsoda, és hogy mit fog csinálni a színpadon. És amikor ezzel már úgy nagyjából tisztában van, akkor belép a színpadra, és legjobb esetben ez a maximum, hogy elkezdi élni azt a dolgot, amit tud a szerepről, és azt, hogy kicsoda. És ezzel a lehetőséggel bárhol ezt meg tudja csinálni. Tehát olyan térbe, amilyenben az rendező vagy bárki más kitalálja, hogyha tudja, hogy kicsoda, és tudja, hogy mit kell csinálni, akkor bárhol, bármit el tud játszani. Vagy ő tudja élni a szerepét. Akkor most, hogyha van a közönségnek kérdése, parancsoljon. Fiodorosi említette, hogy Andrej Tarkovszky is meg akarta rendezni a Ványa bácsit. Egyrészt érdekelne az, hogy van-e arról információja, hogy vajon ő mit keresett ebben a dologban, de akkor feltenném a rendezőnek is a kérdést, hogy valójában a Ványa bácsi egy rettenetes történet szerintem, undorító és rettenetes. Az undorító része az arról szól, hogy egyáltalán nem tudom eldönteni bármilyen rendezésben, hogy akarja-e bármelyik szereplő azt, hogy a dolgok máshogyan menjenek. Valójában talán
az, hogy van benne egy nő, aki vagy matador, vagy áldozat, ugye ezt sem feltétlenül kell eldönteni, de hogy ennek a nőnek, vagy a nőknek a jelenléte valójában csak egy ilyen apropó arra, hogy ez az egész kölcsönösen egymásra utalt szörnyű, rettenetes világ, ez fennmaradjon, tehát mintha senki nem is akarna ebből kijönni. Van egyrészt ez a része ennek, aztán van egyrészt az a része, hogy ez valójában egy lélek színház, vagy nem tudom mi ez, egy ilyen lélekrablás van ebben, angyalcsinálás és lélekrablás, van egy ilyen része. Tudta-e, akarta eldönteni, hogy melyik szállal, melyik aspektussal foglalkozik? Ha igen, akkor melyik volt ez? Я не знаю, какую тему там хотел Андрей делать в «Дяде Ване», но думаю тему Чехова. Там же ж написано «Сцены из деревенской жизни». Они... Nem tudom pontosan, hogy Andrej Tarkovszky pontosan mely témát akarta megmutatni ebből a darabból, de én azt gondolom, hogy biztos, hogy egy csehovi témát, hiszen az benne van, a falusi élet. Деревня, она ведь разная бывает. И я уже говорил, что мы не хотели что-то такое показывать, ну, жуткое, как бы, потому что эти люди, они копошатся сами в себе и... Falusi élet az ugye mindig más, és mi nem akartuk nagyon ezt a kemény világot megmutatni, hiszen maguk a szereplők is küzdenek ebben a dologban. Да. И как сказал Чехов, что мы все всегда думаем, что наша жизнь как бы впереди нас. És все ahogy будет Чехов is azt mondta, хорошее hogy впереди. Az élet még előttünk van, és a jobb része az életünknek még előttünk van. Но Чехов, tehát még vár ránk, most következik. Чехов говорит, что уже все позади. Чехов viszont azt mondja, hogy все позади. Minden mögöttünk van, már mindent megéltünk. Главное это понимать. És az a lényeg, hogy ezt értenünk kell. Ведь и черные, белые, и ангелы, не ангелы. Hiszen ведь... a fekete, a fehér, az angyalok és nem angyalok. Все эти люди, которые, в общем, то, о чем они не говорят, молчат между собой. Ezek azok az emberek, akik nem mondanak ki dolgokat, hanem elhallgatnak egymás előtt. А это о той жизни, когда была Вера Петровна. És ez arról az életről szól, ez az elhallgatás, amikor még élt Анна Петровна. Вера Петровна. И мы ввели этот персонаж как бы как тень. És ezért jelenítettük meg Вера Петровнát, aki ugye végigment fehér ruhában kétszer, mint szellem. Потому что все проблемы у этих людей начались из того, как ушла из жизни Вера Петровна. Hiszen ezeknek az embereknek a problémáik éppen akkor kezdődtek, amikor meghalt Вера Петровна. И, ну, тут можно многое говорить. Sok mindent lehet még mondani és beszélni róla. Но есть именно такой спектакль, и он может восприниматься очень по-разному, и это очень важно. És ugye mi mutattunk egyfajta előadást, amelyet sokféleképpen lehet értékelni és érezni. Потому что ничего идеального не бывает. Hiszen nem szokott lenni semmi ideális. Но самое важное, что мы хотели, чтобы в конце человек немножко подумал, но вышел с очень светлой энергией. Mi azt szerettük volna elérni, hogy a néző, amikor kimegy az előadásról, akkor mindenféleképpen legyen miről gondolkodnia, de hogy tiszta lélekkel menjen ki a színházból. Спасибо. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Van esetleg másnak nézői kérdése? Pillanat. Köszönöm szépen. Én felvetnék egy szempontot még, ami nem hangzott el. Hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy mi végre vannak előadások színházban, színházi előadások, akkor mondjuk nyilván saját tapasztalataim alapján tudok erről beszélni, hogy miket láttam színházban az utóbbi időben. Nagyon sok olyan előadást láttam, ami valamilyen társadalmi, politikai mondani való megjelenítését szolgálta. Más előadások valamilyen egyetemes vagy egzisztenciálisan fontos témára fókuszáltak, és nekem az utóbbi időben
ez volt az egyetlen olyan előadás, ami egyik utat sem választotta, mert hogyha ez két út lenne, hanem valami egészen más csinált, mégpedig az, hogy megjelenített egy világot. Egy világ megjelenítésének a módja az, hogy valamilyen atmoszférán keresztül mutatjuk be. És nekem ez ettől volt izgalmas, és ez a szempont, hogy megjelent egy világ, amit mondjuk a melankólia világának neveznék, leginkább kicsit pontatlanul persze, és hogy egy atmoszférát megteremteni az hitelesen az egy nagyon nehéz nagy vállalkozás. Én azért is csodálkoztam, hogy a legtöbben azt mondták, hogy a kép maradt meg bennük, hogy milyen gyönyörű képek vannak. Nyilván ez az első benyomás, hogy csak ugye alapvetően földszínekre épülő látványt látunk, gomolygó köd, egy nagyon erős, ilyen romantikus, posztromantikus, melankolikus kép tárul elénk, de van még két szempont, ami legalább, vagy két része a hatáselemeknek, ami az atmoszféra teremtés szempontjából ugyanennyire erős, az egyik a hangi hatás, ahol persze nagyon fontos a zene, Bach, Verdi, a különböző filmekből vett idézetek, a Nosztalgiából, a Tükörből, a Starkerből, de nagyon fontos a színészi dikció is, ami nagyon sokszor dialógusban van a zenével, és hogy maga is ilyen zeneivé válik, és ilyen hatást kelt. Úgyhogy sokszor nem is az a fontos, ami elhangzik, hanem ahogy elhangzik. És van egy harmadik hatás, amit mondjuk performatív hatásnak, egy performatív elemnek neveznék, aminek fontos része a mozgás, ami néha már ilyen fizikai színházat idéző mozgássor volt, ahogy meg bejöttek ilyen elemek, és ezek így együtt teremtettek meg egy nagyon fura világot, ami ahová most bepillantást nyerhettünk. Nyilván van, akinek ez ismerősebb, aki hajlamos a melankóliára, van, akinek egy kicsit egzotikusabb, de számomra nagyon izgalmas volt, hogy itt egy teljes világteremtő aktus az, ami előttünk állt. Ezt szerettem volna még hozzátenni. Köszi, Gábor, és még egy utolsó hozzászólásra van időnk, Dér András. Előbbülök egy kicsit. Annyit szeretnék mondani, hogyha most nagyon egyszerűen fogalmazzam, akkor egy metafizikai színházat láttam. Annak minden egyes elemét itt már kibontottátok. Emlékeztetett, és nagyon jó, hogy Tarkovszky neve felmerült, hiszen ő is metafizikai előadásokat, darabokat rendezett színházban is, meg a filmjeiben is. És ez a zenei szövetben is rögtön az első képben megjelenik. A képzőművészet és opera elegye, ami egy kicsit Bob Wilsonra is emlékeztet egyébként engem, a Bob Wilsoni gondolkodásra és látványvilágra. A zenei szövetben egy konkrét kérdésem volna, hogy fölismertem egy kortárs zeneszerzőt, Ume Bajasit, aki Von Kárvány zeneszerzője, ami egy csodálatos zene, és én is mondjuk több darabomban használtam is. Hogy kerül ebbe a nagyon végig gondolt zenei szövetbe egy picit számomra kilógó, de gyönyörű zene? Мне показалась именно эта тема очень важная для темы отношений между Леной и дядей Ваней. Elsősorban ezt a zenét a Ványa bácsi és Jelena kapcsolatához éreztem fontosnak. И в ней есть тоже та ностальгия, которая очень нужна в этой сцене. Mert ebben a zenében ott van az a nosztalgia, ami az ő jelenetükben nagyon szükséges. Да, как бы неразделённой любви одного и второго, они очень хорошо как бы останавливает их, эта музыка останавливает в их как-то чувствах и помогает им abban, hogy megállítsa az érzéseiket és folyamatosan segíti az érzések помогает в ихних в этой сцене в ихних разрешениях. Поэтому мы взяли именно отрывок этой музыки. Ezért vettük ezt a zenét, vagy egy részt ebből a zenéből. Да. Ведь там есть еще музыка, кроме Баха, есть музыка
моего очень любимого уже покойного композитора украинского, который очень много писал и для Тарковского, и для Бабаяна, и для фильмов, это Вадим Храпачев. Это те темы русские, которые звучат в... Hogyha az nem volt ismerős, ő nagyon sokat dolgozott. Да, это киношный композитор. Elsősorban filmekbe írt zenéket. Да, с которым мы делали несколько спектаклей, «Вишневый сад», сокszor dolgoztam vele együtt, Леди Макбет Винценского уезда. Cseresznyéskertben alkalmaztam, vagy használtam az ő zenéit már. И мне кажется, что она очень атмосферная именно для, для Чехова. És én azt gondolom, hogy nagyon jó atmoszférát tud teremteni kifejezetten Csehovnak. Спасибо. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Le kell sajnos állítanom, mert negyed órával túlfutottunk, és már következik a nemzetis beszélgetés. Gratulálok az előadáshoz még egyszer, és összesen 3 perc szünetet tartunk, jó? Tehát 3 perc is folytatjuk.